Sok szeretettel üdvözlök minden kedves érdeklődőt. Nekem is nagyon örömömre szolgál, hogy Norbi egy lehetőséget biztosított arra, hogy ezt a könyvbemutatót az ő klubnapján megejthessük. Noha van néhány ismerős arc már itt a jelenlévők között, hiszen nem először tartok már előadást a Norbi rendezvényein, ugyanis a Tenerife ingatlan befektetési lehetőségekről már többször volt szerencsém itt beszélni. Most egy egészen más területtel kapcsolatban jöttem el. Kedden már utazunk vissza a kislányommal, aki szintén itt van Tenerife-re, egy kicsit a melegebb éghajlatra. De azért szeretném, hogyha itt az érdeklődőknek felkelthetném a figyelmét, és néhány szót elmondhatnék arról, hogy miről is szól ez a könyv, illetve miért is írtam. Nagyon régen, már legalább 30 éve foglalkozom természetgyógyászattal, jogával, filozófiai dolgokkal, keleti filozófiákkal, sok mindennel, amivel sok mindenki más is örömmel foglalkozik. Egy időben ez nagyon érdekelt. Azt követően, miután vállalkozó lettem, azt követően megjöttek a sikerkönyvek, Robert Kiyosaki, Donald Trump és a többieknek az írásai. És minden egyes dologban azt kerestem, hogy melyek azok az energiák, azok az erők, amelyek háttérből mozgatják a világot, és milyen formában lehetünk hatással saját életünkre és a világra, milyen energiák felhasználásával tudunk hatással lenni a világra. És ezeknek a könyveknek a tanulmányozása után, és ezeknek a módszereknek a megismerése után, ami, ahogy Norbi is említette, az volt az érzésem, hogy ezekből a hagyományos sikerkönyvekből valami hiányzik. Valami hiányérzetem volt mindig, és akárhányszor beszélgettem akárhány ismerősömmel, mindenki ezt erősítette meg, hogy ők is szívesen részt vesznek ilyen sikerszemináriumokon, olvassák a könyveket, hallgatják a CD-ket, abból a célból, hogy rájöjjenek arra, hogy hogyan tudnak hatással lenni az életükre, hogyan tudnak változtatni rajta, hogyan lehetnek ezáltal egészségesebbek, sikeresebbek, elégedettebbek. És a végén mindig az volt a beszélgetés eredménye, hogy azt mondták, hogy nagyon jók ezek a rendezvények, de a végén valahogy nem kapják meg azt, amit vártak tőle, vagy ha valamiféle lelkesedést tudnak is meríteni ebből a egy-egy ilyen rendezvényből, hát az olyan lesz, mint a újévi fogadalmak, hogy 3 napig tart a nagy elhatározás, a nagy lelkesedés, és aztán 3 nap múlva pedig minden marad a régiben, és minden megy úgy, ahogy addig az előtt, tehát nem tud az ember igazán változtatni az életén, nem tudja befolyásolni azt, hogy hogyan reagál a világnak a kihívásaira. És akárhány ilyen előadást most már ugye nagyon könnyen el lehet érni az interneten, meghallgattam, mindig ugyanazok a dolgok köszönnek vissza. Ezek többnyire Amerikából származó, még annak idején Napóleon Hill által lefektetett néhány alapelvnek a ismétlései. És mindig az volt az érzésem, hogy most megint ezt hallgassam végig, nem szól senki ezeknek az embereknek, hogy ezek a módszerek, ezekből valami hiányzik? Nem szól senki. Ha majd akkor szólok én, gondoltam. És azokat az ismereteket, amelyeket tényleg 30 év távlatából megszereztem, azok összeálltak egy egységes képpé, és kiderült számomra néhány olyan kardinális különbség, amelyre oda kell figyelni ahhoz, hogy valóban azt a célt elérjük, hogy hatással tudjunk lenni az életünkre. Így, ilyen előzmények után született meg a könyv. Nagyon örülök neki, csütörtökön jött ki a nyomdából, a nyomdai munka is jól sikerült. Tartalmilag bízok benne, hogy tetszeni fog. Aki eddig olvasta, az azt mondta, hogy összemérhető a piacon kapható eddigi sikerkönyvekkel, sőt, tartalmába még többet is ad. Ha ezt ti meg tudjátok majd erősíteni, az nagyon nagy örömömre szolgál. Tehát miből is indultam ki? Mi volt az az érzés, ami mindig hiányzott ezekből a módszerekből? Azt legrövidebben, legtömörebben a Hanvas Bélának, a 20. század egyik legnagyszerűbb gondolkodójának a mondatával tudnám érzékeltetni. Olvasom inkább, hogy pontos legyen. A dolgok nem kívül kezdődnek, hanem belül, és nem alul, hanem felül, és nem a láthatóban, hanem a láthatatlanban.
Erre még mondhatná valaki azt, hogy igen, persze, tudjuk, sokszor olvashatunk róla, hogy igazándiból a dolgok belül dőlnek el, de a kérdés az, hogy hogyan dőlnek el belül a dolgok. Hogyan tudunk hatással lenni a belsőnkre, és mi az a módszer, amivel ezt a hatást kiválthatjuk. És ugye a problémám mindig az volt, hogy amelyeket eddig hallottam, azokat úgy éreztem, hogy nem működnek. Mik ezek a régi, hagyományos, motivációs ajánlatok? Gondolj szép dolgokra, gondolj pozitív dolgokra, cseréld ki a negatív gondolataidat pozitívakra, lépj ki a komfortzónádból, és akkor sikeres lehetsz. Nem sorolom, mert nem az én szavaim, és sokszor a hideg ráz ezektől a kifejezésektől. Az alapvető probléma, amire rájöttem, az az, hogy ha nem vesszük figyelembe a tudatalattinak a szerepét az ember életében, akkor gyakorlatilag hiába próbálkozunk bármilyen külső módszerrel, nem tudunk hatással lenni rá. Tehát a szavak nem alkalmasak arra, hogy hatással legyenek a tudatalattira, a gondolatok, a tudatos gondolatok nem alkalmasak arra, ugyanis az életünket 90%-ban, de lehet, hogy több, magasabb mértékben is, a tudatalattiban tárolt információk határozzák meg. Ha nincs meg az a képességünk, hogy hatással legyünk a tudatalattira, akkor hiába próbálunk külső eszközökkel hatást gyakorolni önmagunkra, nem fog változás történni az életünkbe. Ez volt a kiinduló helyzet, amiből aztán ki lehetett következtetni, hogy ezeknél a módszereknél melyek azok a pontok, ahol hibás az alapfeltevés, melyek azok a tévhitek, amelyek félreviszik az egész történetet, és azt eredményezik, hogy ezek a javaslatok hiába nagyon logikusak, nagyon szépek, nagyon tetszetősek, gyakorlatilag nem hatásosak. És ekkor ebben a stádiumban olvastam el egy könyvet, Alexander Lloydnak a Gyógyító kód című könyvét, majd neki a második írását, a Szeretet kódot, ahol rájöttem, hogy mi az a hiányzó láncszem, és ő megfogalmazott egy tényt is, mégpedig azt, hogy ma már közismert, több amerikai egyetemen végeztek kutatást abból a célból, hogy megállapítsák, hogy ezek a motivációs technikák, tréningek, módszerek, ezek mennyiben hatásosak. És az eredmény elszomorító lett, 97%-ban hatástalanok, sőt, időnként károsak. Ezt ő kimerte jelenteni, én ezt tudomásul vettem, és komolyan vettem, és úgy éreztem, hogy igen, lehet ebbe a kutatási eredménybe valami. Ez azért történt így, mert hogy azért van így, mert ezek a módszerek gyakorlatilag külső technikákat használnak, csak a szavakkal, a tudatos gondolatokkal foglalkoznak, és alapvetően az akaraterő minden hatóságára alapoznak. Tehát azt mondják, ha valamit kellőképpen akarsz, megvan a kellő akaraterőd, akkor bármit elérhetsz. Holott tudni kell azt, hogy az akaraterő nem alkalmas a tudatalatti befolyásolására. Ugyanúgy, mint a szavak sem, ugyanúgy, mint a gondolatok, a tudatos gondolatok sem. Más technikával lehet üzenetet küldeni a tudatalatti számára, hogy megtörténjenek azok a szándékok, amelyeket mi megfogalmazunk. Hogy melyek ezek a módszerek, azokról majd röviden fogok szólni. Mondhatja valaki azt, hogy most hogyan beszélek én a tudatalattiról, amikor ez azt jelenti, hogy a tudatalattiban révő dolgokat nem tudhatjuk tudatosan, tehát nincs információnk konkrétan arról, hogy mi hogy zajlik belül, akkor most honnan tudjuk. Egyrészt, ahogy telik az idő, a kutatási eredmények nagyon sok mindent a felszínre hoznak. Mi magunk is tapasztalati úton rájöhetünk arra, hogy hogyan reagálunk a világ kihívásaira, és ebből következtethetünk arra, hogy hogyan működik a tudatalatti. Folyamatosan működik, 24 órán keresztül, az egész életünket kontrollálja, a sejtjeinket, az energetikánkat, a gondolatainkat, mindent kontrollál, hiszen lenni kell egy dolognak az emberben, ami az egészet összefogja. Ez nem más, mint a tudatalatti, ahol nagyon sok vegetatív folyamat zajlik, milliárdnyi-milliárdnyi információ áramlik másodpercről másodpercre, és az, hogy a háttérben hogyan is működik, hogyan dolgozik a tudatalatti, nagyon jól lehet érzékeltetni egy olyan nagyon egyszerű személyes tapasztalattal, amit biztos ti is átéltetek, mikor esetleg úgy jártatok, hogy hirtelen nem jutott eszetekbe valami, egy percre megálltatok, szinte befele néztetek a szemetekkel, és elkezdtétek keresni azt a dolgot, hogy nem jut eszembe, mi is lehet az. Nem jutott eszetekbe, mentetek tovább. Tudatosan elkezdtetek más tevékenységgel foglalkozni, eltelt egy óra, két óra, lehet eltelt egy nap, két nap, és egyszer csak eszetekbe jutott, hogy hopp, tényleg ez hiányzott, ez volt az, amit kerestem.
Mi találta meg? Mi történt egy napon keresztül, hogy egyszer csak eszetekbe jutott az, amit korábban nem, a tudatalatti kezdett dolgozni. És minden egyes feladatot, amit megfogalmazunk számára, elküldünk üzenetként, kezd el megkeresni, találd meg a módját, minden egyes ilyen feladatot megkeres számunkra. Ez a hihetetlen képessége, és ezt a képességét használhatjuk mi ki, és ezt a képességét nem használják ezek a mai hagyományosnak mondható módszerek. Hogyan mennek be a tudatalattiba ezek az információk? Igazándiból a természet egy eszközt alkalmaz arra, hogy beírjon valamit a tudatalattiba, az pedig a stressz által kiváltott félelem. Ha az ember olyan helyzetbe kerül, hogy valamitől megijed, megretten, fél, stresszt okoz számára, akkor az beég a tudatalattiába, beépül, képek formájába eltárolódik a tudatalattiban. Lehet, hogy nem is tudunk róla, hogy átéltünk valami olyan eseményt, ami hatással volt ránk. Mindent memorizál, mindent megjegyez egyébként, és nagyon fontos, hogy képek formájában. És ezt követően ezek a képek belülről irányítanak bennünket, és ezeknek alapján adunk reakciót a külső kihívásokra. Ha egyszer a gyerek megégette a kezét a kályhánál, és elkapja tőle, ez az információ örökre bent marad a tudatalattiba, és innentől kezdve megvédi a stressz által kiváltott félelem a gyereket, a felnőttet attól, hogy legközelebb hozzányúljon a forró kályhához. Így tudja irányítani, programozni a természet, az élőlényeket, a tekintetben, hogy mit lehet megcsinálni, és mit nem lehet megcsinálni a túlélésünk érdekében. Tehát gyakorlatilag a stresszen keresztül azért, hogy a világról képünk legyen, olyan információkat szerzünk be, amelyek aztán ott fixen tárolódnak, és irányítják az életünket, és a reakciónkat meghatározzák. Ezek a rövidtávú információk, ezek nagyon hasznosak, hiszen megégetem a kezem, ha nem tanulom meg, de vannak olyan stressz információk, amelyek még az ősember számára mondjuk nagyon fontosak voltak, ma is bejönnek, de ma a civilizációs közegben ezekre már nincsen szükség, ezek már inkább hátráltatnak bennünket. Ebben az esetben történik az meg, hogy bizonyos olyan dolgok kezdenek irányítani bennünket, amelyeket jobb lenne, ha nem lennének ott, mert akkor sokkal könnyebben boldogulnánk, és jobban dönthetnénk. Tehát ez az a harcolj vagy menekül mechanizmus, hogy amikor valami kihívással nézek szembe, akkor összerezzenek, gyakorlatilag a szervezet mindent összpontosít és arra irányít, hogy megmenekülhessek, tételezzük fel, egy ősember menekül az oroszlán elől, minden idegszálát arra kell összpontosítani, hogy az izmai hatékonyan működjenek, és minden más leáll. Minden más. Leáll az immunrendszernek a egyéb más tevékenysége, a betegségek elleni védekezés, amit egyébként neki fontos, hogy elvégezzen, de most 5 percig legalább nem ez a legfontosabb. A stressz ilyen értelemben rántja görcsbe az embert és a szervezetét, és szorít háttérbe minden életfontosságú tevékenységet, annak érdekében, hogy megmeneküljön. Ugyanilyen egy civilizációs stressz is, mikor meglátok egy rendőrautót az út mellett, azonnal összerándul az ember, mert egyszer már megbüntette, lehet, hogy most is megbüntetés, abban a pillanatban a stressz összerándít bennünket, leállítja az életfontosságú folyamatokat, háttérbe szorítja, megszűnik az energiatermelődés, megszűnik az energia szabad áramlása, ezáltal az immunrendszer hatékonysága csökken az energiaszintünk, kevésbé leszünk képesek bármilyen kihívásnak megfelelni. Ilyen értelemben a stressz tartós fennállása és halmozódása az egy krónikus energiahiányhoz vezet az emberekben, és ha ez az energiahiány már túlságosan nagy, akkor az előbb-utóbb az pedig betegséghez fog vezetni. Tehát ez az a mechanizmus, ami fontos egyébként a túlélésünk érdekében, de ha huzamosabb ideig fennáll, és nem oldódnak ki a felesleges információk, akkor halmozódnak, betegséghez, sikertelenséghez vezetnek. Felvetődik a kérdés, hogy rendben, ismerjük ezt a folyamatot, ezt tapasztalatból is bárki ugye megerősítheti, hogy átélte, de hogyan lehet akkor ezen változtatni? Hogyan
mondhatjuk azt, hogy mondjuk, ha sikeresek szeretnénk lenni, merjünk bátran belekezdeni valami új vállalkozásba, legyünk optimisták, legyünk bizakodók, az energia áramoljon bennünk akadálytalanul. Hogyan tudjuk ezt megtenni abban az esetben, ha tele vagyunk stressz okozta félelmekkel? Erre azt mondják a hagyományos motivációs módszerek, semmi probléma, vegyél magadon erőt, legyen akaraterőd, küzdj keményen, erőltesd a dolgokat, legyen egy célod, és azért tűzön-vizen keresztül legyél hajlandó áldozatot hozni. Fizesd meg az árát a sikernek. Mikor ezt hallom, akkor megint kiráz a hideg. Lépj ki a komfortzónádból. A sikered az a komfortzónádon kívül található. Én meg azt gondolom, hogy belül található. Csak akkor lehet igazán sikeres az ember, ha megelégedettséggel végzi azt, amit végez, és gyakorlatilag a komfortzónáján belül kényelmes állapotban, örömteli módon végzi azt, amit végez, és ha kilép a komfortzónájából, abban a pillanatban a sikertelenség útjára lép. Na most akkor miről beszélünk? Minden egyes alkalommal, minden egyes előadás azzal kezdődik, hogy lép ki a komfortzónádból. Nem szól ezeknek az embereknek senki, hogy ez így nem lesz jó? Én úgy gondoltam, hogy ideje lenne megfogalmazni, hogy hogyan kellene másképpen állni ehhez a problémához, és még csak véletlenül se szabad elfogadni olyan téves állításokat és tévhiteket, amelyek az előbb elhangzottak. Az akaraterővel tehát a belső energiahiányból eredő problémákat képtelenség pótolni. Sőt, káros. Így sincs energiád, alig létezel, gyenge vagy, félsz mindentől, és még akkor még erőlködjél. Az erőlködés, az akaraterő elvárásokat ébreszt, újabb stresszt okoz. Az újabb stressz még jobban leszívja az energiádat, tehát még gyengébb leszel. A tanács, amit javasolnak, hogy hogyan tudod kihúzni magadat ebből a helyzetből, legyen akaraterőd, azzal mit érnek el? Az, hogy még kevesebb energiád lesz, és még frusztráltabb leszel, és végül a depresszióba hullasz bele. Nem akarom magam túlságosan felidegesíteni ezzel, a kislányom mondta, hogy apa, ne idegesíts fel magad, mert mikor ezt elmondom, és ez a folyamat világossá válik, akkor ez felháborít bizonyos értelembe, mert olyan dolgokat kényszerítenek, javasolnak az embereknek, nehéz helyzetben lévő, változásra vágyó embereknek, amelyek borítékolhatóan az ellenkező hatást fogják kiváltani. És még ezek az emberek fizetnek is érte, hogy ezt a tanácsot megkaphassák. Az érdemi változtatás módja tehát. Egyetlen egy módszer lenne jó, ha lenne, nem az akaraterő, nem a tudatos gondolatok, nem a szavak, törölni kellene ezeket a beégett stresszképeket, és ha újból olyan gondtalanok lehetnénk, mint gyerekkorunkban, akkor milyen jó lenne, akkor tényleg tudnánk örülni mindennek. Hát képzeld el, hogy milyen voltál gyerekkorodban, mikor le kellett menni, mikor leszerettél volna menni játszani a barátokkal a játszótérre. Alig vártad, hogy lemehessél. Kellett hozzá akarat erő, hogy lemehess játszani? Hogy rávedd magad, játszani kéne, megerőltetem magamat és lemegyek. Szinte hihetetlenül szárnyaltál a szabadságtól. Nem volt semmi, ami visszafogjon, nem volt semmi stressz benned, ami eltérítsen ettől a szándékodtól, és megkérdőjelezze, hogy érdemes-e lemennem játszani, vagy egész nap játszottatok. Éjfélkor még a szülők nem tudtak lefektetni bennünket, mert még nem akartuk abba hagyni. Alig vártuk, hogy másnap lehessen, reggel felkelhessünk, és újból folytathassuk a játékot. Kellett ehhez kitartás? Ezt is szokták kérni. Legyen kitartásod. Nem kellett kitartás. Minden teljesen természetes volt. És órákon keresztül, napokon keresztül örömmel végzi a gyerek azt a tevékenységet, ami belülről jön számára, és nincs benne a stresszgátló hatása. Ezt az állapotot kell nekünk is felnőttként elérni. Ha eddig aggasztott esetleg, hogy nincs ilyen lehetőség, akkor megnyugtatlak, én nagyon megnyugodtam, hogy van már egy ilyen lehetőség, és ez az Alexander Lloydnak a gyógyítókód technikája, amellyel nagyon egyszerűen, nagyon hatékonyan valóban ki lehet törölni ezeket a régmúltból származó sérelmeket, sebeket, feszültségeket, stresszképeket, és csak azt veszed észre, hogy egyszer csak kezd lecsendesedni körülötted a világ. Hihetetlen jó hatása van. Nagyon egyszerű, nagyon rövid, nem kell hozzá kilépned a komfortzónádból. Megnyugtató érzés.
említettem már, hogy a tudatos gondolatok nem alkalmasak a tudatalatti átprogramozására. Ebből az is következik, hogy teljesen bárgyú javaslat az, hogy mondd el magadnak naponta 100-szor azt, hogy szeretem magam, és tényleg szeretni fogod magad. És ha még ehhez valaki hozzáteszi, hogy ha nem elég 100-szor elmondani, akkor mondd el 500-szor, akkor már biztos, hogy szeretni fogod magad, és onnantól kezdve már biztos, hogy megszabadulsz ezektől a belső félelmeidtől, mert a szavak általi programozás olyan módon alakítja át a belsődet, hogy kitörli gyakorlatilag ezeket a belső negatív információkat. Nem szokott bekövetkezni, nem is fog bekövetkezni. Miért nem fog bekövetkezni? Azért, mert a szavak a tudatot tudják elérni. Az életünket 10%-ban befolyásoló területet tudják elérni. 10%-ban hat körülbelül a tudatos gondolkodás a viselkedésünkre. Tehát, ha tudatosan üzened magadnak, hogy jobban érzem magam, érkezik a luxusautó felém, mert elképzeltem, akkor azt a tudatodnak küldted ezt az üzenetet, nem pedig a tudatalattinak. A tudatalatti számára szavakban nem tudunk megfogalmazni üzeneteket, és nem tudjuk azt átformálni. Az, hogy hogyan és miért, azt majd még röviden kifejtem. Két nagyon fontos teendőnk van tehát. Egyrészt az első lépés az, hogyha tényleg változtatni szeretnénk az életünkön, akkor ne ilyen külső eszközökhöz ragaszkodjunk, és ne ezekből induljunk ki, hanem töröljük ki ezeket a fajta életünk során felhalmozódott stresszből eredő káros képeket, tévhiteket, téves beidegződéseket, és ezután eljutunk abba a gyermeki állapotunkba, amiben korábban is voltunk, és valóban képesek leszünk meglátni a mi igazi belső, végső célunkat, amelyek nem anyagi célok. A tudatalatti csak belső lelki célokért hajlandó tevékenykedni velünk együtt, ezek olyanok, mint a nyugalom, a béke, a megelégedettség, és ha ezt az állapotot a tudatalatti segítségével a stresszképek kitörlését követően eléred, hasonlóvá válsz, mint 30 évvel, 40 évvel ezelőtt gyerekként, amilyen voltál, és abban az állapotban tudsz lelkesedni bármiért, ami összhangban van a te tudatalattidban tárolt végső belső céloddal. És ez az az állapot, aminek a megvalósítása az már nem kell akaraterő, nem kell kitartás, nem kell kemény munka, nem kell önmagaddal küzdeni. Lehet, hogy aki kívülről lát téged, azt mondja, hogy keményen dolgozik ez az ember, hihetetlen micsoda energiája van. Ő lehet, hogy kívülről úgy látja, de számodra belülről az egy teljesen természetes folyamat, és nem esik nehezedre. Nem akarod abba hagyni. Ha nem akarod abba hagyni, miért kellene hozzá kitartás? Erről majd még egy kicsit később beszélünk. Miután megtörtént ez a törlés, azt követően tudunk ebbe a tiszta területbe bejuttatni új, jobb információt, mint ami korábban volt benne. És ennek a technikája és módja pedig az, hogy ezt éber állapotban, hagyományos formában a szavak útján nem lehet megtenni, hanem egy úgynevezett alfa állapotban tudunk hatással lenni a tudatalattira, ami azt takarja, hogy az agyhullámok frekvenciája, így egy nyugalmi, csukott szem melletti állapotban 8 és 14 Hz közé esik, és ekkor szinte kinyílik egy ajtó, ami a tudatalattival való kommunikációt lehetővé teszi. Abban a pillanatban, amikor ezt a fajta békés, becsukott szem melletti, nem fókuszáló szemtartás melletti állapotot megszakítod azzal, hogy kimondasz valamit, hogy szeretem magam, abban a pillanatban visszaugrik az agy frekvenciája éber állapotba, mert szavakat, ha kimondunk hangosan, akkor azok csak éber állapotban mondhatók ki. Tehát meg is szakítottuk a folyamatot. Ezért van az, hogy a szavak nem alkalmasak a tudatalattival való kommunikációra, nem alkalmasak üzenet beküldésére, mert kiugrunk abból az állapotból, ahol ezt megtehetnénk, becsukódik az ajtó. Azonnal becsukódik az ajtó. Éber állapotban nem tudsz kommunikálni a tudatalattival. És még az egy másik fontos jellemző, hogy ezt az alfa állapotot, ebben az alfa állapotban csak képek formájában tudunk üzenetet küldeni a tudatalatti számára. A képek formájában való információtárolás egyrészt sokkal gazdagabb és szertágazóbb, mint a szavak vagy az írás által.
már az ősember is nem tudott még beszélni, de volt képe a világról. A gyerek se tud még beszélni 2 évesen, de van képe a világról, tudja, hogy mi történik a világban. A képek azok áramlanak be, és a gyerekek 5-6 éves korukig életük 90%-át alfa állapotban töltik, hiszen ekkor van szükség arra, hogy hihetetlen sok információt, amit lát, képek formájába befogadjon, az a tudatalattiába eltárolódjon, és ezt követően az irányíthassa őt. A szavak és az írás majd csak ezután következik, az egy civilizációs tevékenység. Az igazi, mélyreható hatása annak a képeknek van. És emiatt, mivel a tudatalatti erre van ráállva, ezért csak a képek formájába tudunk vele kommunikálni. Ha valaki csak magyarul beszél, annak hiába mondjuk angolul a mondani valónkat nem fogja megérteni. Ugyanez van a tudatalattival. Ha akarunk benne valami változást eszközölni, hiába mondjuk el szavakkal, hiába írjuk le a sikernaplót és olvassuk el napjába 10-szer, nem fog hatást elérni, mert nem jut be oda, ahova szántuk. Nyitva kell lenni az ajtónak, és képek formájába kell beküldeni az üzenetet. Ez egy ilyen ajtó, ezen csak ez megy át. A természet így alkotta meg az embert. Hát ugye erről beszéltünk. Lehetne még a könnyű alvás, mély alvás stádiumáról és az álmokról beszélni, hogy azok vajon milyen hatással vannak ránk, de ezt most mellőznénk. Itt most elmondtam többször már azt, hogy a képek mennyire fontosak, és a képekben való információtárolás mennyivel hatékonyabb, mint a szavakban, de lehet, hogy ezt nem hiszitek el, mert hát most miért mondom én ezt? Hát szavakban is nagyon jól el lehet lenni, az iskolában is úgy tanuljuk meg a történelem dátumokat, hogy szavakban olvasgatjuk, és akkor memorizáljuk, és akkor végül is így elég jól el vagyunk ezzel. De van egy technika, amivel nagyon jól lehet érzékeltetni azt, hogy a képeknek a hatékonysága az információtárolásban mennyivel nagyobb, mint a szavaké, és milyen hihetetlen, szinte határtalan képességek birtokába vagyunk egyébként, csak balga módon nem használjuk ki ezeket. Most erre szeretnék egy kis példát bemutatni. A memória fogasok technikája az egy agykontrollos technika, aki végzett agykontrollt lehet, hogy ismeri is. Egyébként az agykontrollal sokan foglalkoznak, sokan nem jól foglalkoznak, mert az agykontroll által javasolt módszerek nagyon jók, de ha a belsődben a tudatalattid először nincs kitisztítva, nem szabadultál meg a stresszképektől, akkor hiába jól próbálod beküldeni azt az információt, nem fog megragadni, mert kidobja, a régi tévhit felülírja. Tehát itt is összekapcsoltam gyakorlatilag a üzenet beküldését és az előzetes tisztítás technikáját, és az agykontrollt és a gyógyító kódnak a módszereit ötvöztem, ebből lett a tudatalatti kontrollnak nevezett technika. Egy önként jelentkezőt, ha kérhetek, aki szépen tud írni, röviden annyi lesz a feladat, hogy majd véletlenszerűen elsoroltok, menjünk 20-ig, 20 szót fogok megjegyezni úgy, hogy miután elmondtátok, felírtátok a táblára, én nem nézek oda, utána elsorolom sorba, ha kell, elsorolom visszafele, ha kell, megmondom, hogy a 14-es melyik volt, vagy ha mondjátok a szót, hogy mi volt, azt megmondom, hogy hanyadik volt. Ha lenne időnk, akkor ezt meg tudnám csinálni 50-ig, vagy 100-ig is. Ha simán a hagyományos memóriátokat használjátok, vélhetően 5-6 szónál már megakadnátok, oda-vissza biztos nem menne. Ha még le is írhatnátok ezeket a szavakat, lehet, hogy menne 10, 11, 12, egy kicsit úgy docögve, de hogy 20, 50, 100 nem menne, az biztos. Ezzel nagyon jól lehet érzékeltetni azt, hogyha valaki ez a képekben való memorizálás, ami nem a tudatnak a memóriáját használja, hanem a tudatalattinak a memóriáját, mivel képekben történik, mennyivel hatékonyabb, mint a hagyományos egyszerű technikák. Tehát mindegy végül is, hogy mit mondtok, hát úgy fogalmakat most annyira ne bonyolítsunk, tárgyakat mondjatok. És akkor 1-től 20-ig így sorba írnál fel, én így háttal fordulok, nincs tükör, nem látom, nem is akarom nézni, és akkor a végén majd meglátjuk, hogy mire jutunk vele. Akkor az első.
Alma. Második? Igen? Pohár? Mondjad, hogyha kész vagy. Harmadik? Negyedik? Kutyagumi. Ötödik? Csengő? Csörgő. Baba csörgő. Ja. Hatodik? Diótörő? Diótörő. Homokfúvó a hetedik. Kezd bonyolódni. Nyolcadik. Levél. Nyolcadik levél. Igen. Kilencedik turmixgép. Tizedik. Üzenet. Ez már így egy fogalommal kezd válni. Hadd bonyolódjon, nem probléma. Üzenet a tízes. Tizenegyes. Aluljáró. Tizenegyes. Tizenkettes. Cipőfűző. 13-as? Ja, pillangó a 13-as. 14-es puzzle. 15-ös. 15-ös. Aranytömb. 16-os. Dobókocka. 17-es. Pálmafa. Stílszerűen Tenerife-ra. 18-as. Tigris. 19-es. Papagáj csapat. 20-as. És akkor a 20-as? Elefánt. Jó. Akkor körülbelül mennyit tudnátok így felsorolni belőle, ha nem látnátok? Hát néhányat, maradjunk ebben. Mondjatok akkor valami számot, vagy egy hanyadik mi volt? 9-es Turmix gép. Még egyet? 7-es, homokfúvó. Akkor mondom sorba. 1-es alma, 2-es pohár, 3-as tükör, 4-es kutyagumi. 5-ös babacsörgő, 6-os diótörő, 7-es homokfúvó, 8-as levél, 9-es turmixgép. 10-es üzenet, mama mondta. 11-es aluljáró. 12-es cipőfűző.
13-as pillangó, 14-es puzzle, 15-ös aranytömb, 16-os dobókocka, 17-es igen. A Teneri felvette az eszemet, pálmafa. Ez elő szokott fordulni. Lányaim azt mondják, hogy ha én meglátom a pálmafákat, meg az óceánt, akkor minden bajom elmúlik. De ez valahol így is van. 18-as, tigris. 19-es, papagáj csapat. 20-as, elefánt. Köszönöm szépen. És akkor visszafele is megy, ha számot mondtok, akkor is megy. Mindenféleképpen megy, mert a tudatalattiban tárolt információk, információtartalma korlátlan lehet. Korlátlan lehet, és van bennetek is egy olyan képesség, amivel gyakorlatilag korlátlanul bármit megtehettek, csak jól kell tudni használni. Nem szabad az időt fecsérelni olyan technikákra, amelyek beszélő viszonyban sincsenek ezzel a módszerrel. Csak a tudatalatti segítségével és azon keresztül lehet bármilyen érdemi hatást elérni az ember életében. Ha tudod a módszert, akkor viszont hihetetlen hatásokat tudsz elérni. Akkor ilyen dolgokra vagy képes, ha lenne időnk, 100-ig is fel tudnánk menni. Azért azt hiszem, hogy az már érzékelteti azt, hogy mennyire más kategóriáról beszélünk. Ég és föld. Most erre jöttem rá, és ebből következik néhány egyéb dolog, hogy egy kicsit meggyőzőbb legyek. Tehát, hogy nem csak úgy beszélek a levegőbe. Azt gondolom, ezzel ezt elértem ezt a célomat, és ha már most mondok valami állítást, az talán egy kicsit akkor valóban hitelesebb lesz. Tettem már említést erről, hogy akaraterő, kitartás, kemény munka, felelősségvállalás, csak azért nem írtam többet, mert már a hideg rázott, mikor a negyediknél tartottam. Tehát ilyen kifejezésekkel nem jutunk semmire, akaraterővel sem lehet hatással lenni a tudatalattira. Ezek a fogalmak és javaslatok akkor szoktak szóba kerülni, ha valami nincs rendben. Tehát ha valami olyan dolgot akarsz magadra erőltetni, amihez egyébként neked nincs kedved, azért nincs kedved, mert nincs összhangban a tudatalatti belső-végső céljával, ami elvezet téged a nyugalomhoz, a megelégedettséghez, az örömhöz, ezzel nincs összhangban, akkor az ellenállást vált ki belőled, és nem akarsz vele foglalkozni. Nem azért, mert lusta vagy, ezt szokták pedig mondani. Vegyél már erőt magadon, és akkor legyen akaraterőd, legyél magabiztos, és akkor majd menni fog. Nem fog menni, mert a tudatalattid nem engedi, hogy menjen, mert a te utad nem arra van. A te utad arra van, ami a tudatalattidba be van építve, és amerre ő szeretne vinni, és arra is fog vinni. Te hiába kapálózol, hiába erőlködöl, hiába hallgatod meg százszor ugyanazt az előadást, hogy legyen akaraterőd, lépj ki a komfortzónádból, és akkor majd erős leszel, és akkor majd sikeres is leszel. Ha valamit is elérsz ezek által a technikák által, lehet elérni tényleg kemény munka által valamit, a végén az lesz, hogy nem fog megelégedettséget okozni az, amit elértél. Mire odaérsz, kiderül számodra, hogy igazándiból nem is ezt akartam. Ezért kellett ennyit küszködni. És ha még ez társul azzal, hogy külső célokat tűzöl magad elé, mint ahogy javasolják, hogy ragaszgass ki a hűtőre a luxus lakásnak a képét, és minden nap nézzed, meg a luxus autónak a képét, meg írd fel, hogy $1 millió szeretnék keresni egy hónap alatt, ilyeneket szoktunk hallani, ezek mind-mind stresszt okoznak benned. Mind-mind stresszt okoznak benned. Mit tesznek ezek a technikák? Leszívják az energiaszintedet, egyre kevésbé leszel képes koordinálni magadat, egyre gyengébb leszel, egyre sikertelenebb leszel, és a végén megbetegszel. Hát akkor itt ezt csak leírtam, ez az egyik komfortzóna probléma, a kedvencem. Tehát itt csak összefoglaltam az egésznek a mondani valóját, hogy ha változtatni szeretnél, akkor sikered vagy az egészséged visszanyerése érdekében, akkor ne ezeket alkalmazd, hanem töröld ki azokat okozó stresszképeket, megjelenhessen benned a megelégedettség és a nyugalom. És ha a tudatalattid elégedett, nyugodt, stresszmentes, akkor bármit meg tud teremteni számodra, de csak ekkor. Enélkül nem.
az emberek azért nem jutnak el ebbe a stádiumba, mert nincs módszer arra, hogy hogyan lehet megszabadulni ezektől a káros képektől. A pszichológia is alkalmaz bizonyos módszereket, feltárásokat, fél évig, egy évig mély lélektani beszélgetéseket, amelyek valamilyen eredményre vezetnek, de nem vezetnek teljes körű eredményre. És az Alexander Lloyd által javasolt gyógyító kódok technikája viszont nem csak az én tapasztalatom szerint, nagyon-nagyon sokak tapasztalata szerint, és tudományosan igazolható módon is, nagyon stabilan, nyugodt, stresszmentes állapotba tud téged tartani. A megoldás tehát ezen a területen keresendő. Nem a hagyományos sikertechnikák és tréning javaslatoknak a területén. Nem biztos, hogy ennek örül ennek a kijelentésnek sok mindenki, és lehet, hogy nem is akarja elfogadni, hogy ezek a tények azért makacs dolgok, de azt gondolom, hogy nem javaslok rosszat, károsat azzal, ha azt mondom, hogy inkább ezen a téren keressétek a megoldást a problémákra, és ezekkel a módszerekkel próbáljátok sikeresebbek és egészségesebbek lenni. Tehát összefoglalva, a könyvben egyébként nagyon sok egyéb más példáról, meg egyéb más jellemzőről is lehet olvasni. Nem is akartam túl hosszúra nyújtani az előadást, a kislányom úgy is szokta mondani, hogy apa, ne beszéljél túl sokat, mert unalmas lesz, de emiatt csak néhány dologra tértem itt ki. Tehát tudjuk azt, hogy ahhoz, hogy változtatást érjünk el, befolyásolni tudnunk kell a tudatalattit. Ennek a módja nem alkalmas éberállapotban, erre nem, nincs lehetőségünk éberállapotban. A szavak használatával, írott megerősítésekkel, ha tele vagyunk stresszképekkel, káros hiedelmekkel, tévhitekkel, és energiahiányos állapotban vagyunk, ha ezek megvannak bennünk, ebből csak egy, akkor már képtelenség érdemben változtatni az életünkön. Ezért van az, hogy hát nem nagyon megy. Nem nagyon megy. A fogyókúra se nagyon megy, a cigiről való leszokás se nagyon megy, ezek az egyszerű dolgok. De nem megy az, ha valaki képtelen magabiztossá válni, önbizalmat szerezni, nem tud vállalkozóként gondolkodni. Hiába hallgatja meg azt, hogy hidd már el, hogy a siker csak döntés kérdése. Nem döntés kérdése. Nem akarok már többet idézni amerikai előadóknak a mondataiból. Nem lehet döntéssel, akaraterővel ezeken a dolgokon változtatni. És még nagyon fontos, ha meg is van a technika, tudsz alfa szinten létezni, tudsz vizualizálni, képek formájában üzenetet küldeni a tudatalatti számára a céljaid elérése érdekében, akkor sem mindegy, hogy milyen célt fogalmazol meg. Ez egy újabb probléma, halmaz. Itt úgy fogalmaztam, hogy nem meditálhatsz magadnak direkt anyagi sikert, luxus lakást, autót vagy $1 millió. Ezek szoktak így kapásból a legszebb sikercélok lenni, főleg évelején, évindító sikercél propaganda, és akkor jönnek a luxus lakások, meg jönnek a tájföldi lakások, azok egyébként jó dolgok. Jöhetnek, csak nem direktbe. Nem ezzel kell kezdeni. Direkt anyagi célok érdekében a tudatalatti nem mozdul meg. A tudatalatti a belső célok érdekében mozdul meg csak. Nyugalom, békesség, elégedettség, hasonlók. Mindenki magának megtalálja azt, hogy mindenki a legfontosabb, végső célja. És ha ezt megvan, gyermeki állapotba visszakerültünk, onnantól kezdve semmi nem lehetetlen, és valóban semmi nem lehetetlen, ha jó módszerrel ebben a tiszta helyzetben most már befele kommunikáljuk a céljainkat, képek formájában alfa állapotban, akkor valóban nem lesz lehetetlen semmi. Hiszen láttuk, milyen képességek rejlenek bennünk, bennetek a tudatalatti használatával. Hát azért fogalmaztam ilyen nyersen, hogy megjegyezzük, hogy a tudatalattiról úgy peregnek le a külső célokat tartalmazó üzenetek, mint a falrahány borsó. Ezért nem működik a vonzás törvénye. Azt mondják, hogy képzeld el magadat bőségben és gazdagságban, kellően intenzíven és hosszan, és akkor megkapod előbb-utóbb. Ha nem kaptad meg, nem jól csinálsz valamit. A törvény ettől még mindenható. A vonzás törvénye állítólag mindenható.
Én meg azt mondom, hogy nem létezik a vonzás törvénye ebben az összefüggésben. Ami létezik, az az a stresszmentes tudatalatti korlátlan teremtő képessége, de azt nem kérned kell, azt a saját magad belső energiája által hasznosíthatod, és a saját magad belső meggyőződése által teremtheted meg ezt az új valóságot számodra, magad számára. És akkor ugye itt szokott bekövetkezni az, hogy ennek ellenére mégis az van, hogy főleg akik nehéz helyzetben vannak, hogy akkor elképzelem, hogy már milliómos vagyok. Sőt, a pszichológiailag szerintem katasztrofális javaslat, hogy mikor ilyen nehéz helyzetben vagy, akkor tedd azt, hogy menj gazdag emberek közé, menj luxus éttermekbe, ha az utolsó 100 forintodat kell feláldozni, akkor is ott vegyél egy kapucsinót, mondjuk 100 forintért biztos nem veszel, de mindegy. De áldozd fel, mert hidd el, hogy ez, hogy erőt vettél magadon és bementél egy ilyen helyre, hogy tök csóró vagy, az majd meg fogja változtatni a belső viszonyaidat, és erőt tudsz általa venni magadon, erőt tudsz ebből meríteni, és majd akkor te is elindulsz a gazdagodás útján. Azt gondolom világos, hogy mi következik be. Stresszt fogsz önmagadban generálni, még gyengébb leszel, még elégedetlenebb leszel, és még sikertelenebb leszel. Ezért ezt végül is kár megfogadni. Meg lehet egyébként, senki nem mondja azt, hogy ne próbálkozzatok. Én megpróbálkoztam elég sok mindennel. Sokszor. És elhittem azt, hogy valamit nem csinálok, én nem csinálok valamit jól. De aztán rájöttem, hogy nincs ilyen probléma, veletek sincsen semmi probléma. Mindent jól csináltok, csak amit csináltok, az nem jó, mert rosszak a tanácsadóitok. Ezek társadalmilag elfogadott tévhitek. Számtalan 5 vagy 6 vagy 7 ilyen tévhitet sorolok fel a könyvben, indoklással, és derül ki belőle, hogy végül is, igen, ezek a módszerek, ezek valóban nem hatékonyak, és akkor finoman fogalmaztam. A Titok című könyvet és filmet biztos ismeri mindenki, azért szoktam ezzel példálozni, mert nem kell magyarázni, hogy miről van szó. Az előbb már elmondtam, gondold el magadat bőségben, gazdagságban, és akkor minden szép lesz, minden jó lesz. Van itt egy olyan jellegű, megint nagyon beszédes tévedés, amit szeretnék bemutatni egy idézettel. Ez a Brian Tracy-től a Phoenix szeminárium anyagán elhangzott mondatok. Azt mondja, hogy a Titokban ez például a John Assaraf mondja, a másikat Brian Tracy, úgy emlékszem. Az emberek vágyai csupán azért nem teljesülnek, mert legtöbbször nem arra gondolnak, amit szeretnének, hanem arra, amitől tartanak. Figyeld meg csak, mi zajlik a fejedben, és milyen szavakat használsz. A törvény, mármint a vonzás törvénye, ugyanis mindenható, nem ismer kivételt, és sosem hibázik. Nem kell más tenned, mint arra gondolni és arról beszélni, amire vágysz. És ha a gondolataidat kicseréled jobb gondolatokra, akkor azok a jobb gondolatok meg is valósulnak, és a belsőd az átalakul. Csak éppen azt felejti el hozzátenni egy fél mondatban, hogy nem azért vannak negatív gondolataid, mert te csak úgy ébredtél, hogy most negatív gondolatokat szeretnél a fejedben tudni, és azt csak ki kell cserélni, és onnantól kezdve minden megy a maga útján, hanem azért vannak negatív gondolataid, mert a belsőd, a tudatalatti programozottsága félelem alapú, és ez a félelem alapú programozottság negatív gondolatokat generál a tudatodban. És ezért folyamatosan jönnek fel, bukkannak fel az újabbnál újabb negatív gondolatok, és húznak le, és egyszerűen nem tudsz tőlük szabadulni. Ha nem változtat, ennek, hogy megváltozzon ez a helyzet, csak egyetlen egy módja van. Az nem elég, hogy kicseréled a gondolatokat a tudatalattidba is. Csak csettintesz egyet, jó, most jó kedvem van, nem foglalkozok vele, hogy mi aggaszt. Majd el fog múlni, és akkor a gondolatok cseréje által ez meg is történik, ez a folyamat, és mindenki holiday, minden Hawaii. A feladat pedig az lenne, csak úgy tudod ezeket a káros, negatív, visszahúzó gondolataidat elfelejteni, és ezektől megszabadulni,
ha tudatalattidból kitörlöd azokat a félelem alapú képeket, amelyek ezt okozzák. És ha ez megtörtént, megtisztult a belsőd, megszabadultál ezektől a képektől, akkor nem is jut eszedbe semmilyen. Gyerekként se jutott eszedbe semmilyen aggasztó probléma, mert nem volt a stressz hordód tele, úgymond. Azt szokták mondani, hogy az emberben van egy hordó, abba gyűlik-gyűlik a stressz okozta káros következmények, egy idő után megtelik, és mikor megtelt, kicsordul, és akkor jön valami betegség, vagy következik a sikertelenség és a pechszéria. Ez lenne csak az egyedüli üdvözítő mód arra, hogy változtass ezen, ugye ennek ellenére mit ír, hogy folytatja? Ha lecserélünk minden negatív gondolatot, minden félelmet, csak úgy a gondolatok által tudatosan, eldöntve, mert eldöntöttük, hogy sikeresek szeretnénk lenni, ugyanúgy, mint ahogy azt is el szoktuk dönteni, hogy egészségesek szeretnénk lenni. És ez csak ennyitől függ. Persze. Minden szorongást és önkorlátozó gondolatot, az összes negatív elvárást, mindent, ami visszatart minket a kudarctól való félelmet, hiányt, ha arra, igen, ha ezt egy vágygondolattal helyettesítjük, és ez a kulcs, félelem kontra vágy, erről majd még egy pár mondatot szólok, ha arra gondolunk, amit akarunk, és nem arra, amit nem akarunk, ha folyton a vágyainkra gondolunk, félelmeink csökkennek, lassan eltűnnek. Írtam egy elég kemény kifejezést valahol, de nem itt. Nem is mondom akkor. Nem a negatív gondolataid miatt vannak félelmeid, hanem a félelmeid miatt vannak negatív gondolataid. Nagyon nem mindegy. Nagyon jelentéktelennek látszó különbség, de hihetetlen fontos különbség. Na most, ha ezt a különbséget nem vesszük figyelembe, nem vesszük figyelembe a tudatalatti szerepét az ember életében, akkor ilyen hibás következtetésre juthatunk, mint hogy működik egy ilyen törvény, hogy vonzás törvénye, és a gondolatokat ki lehet cserélni, és etc., etc., etc. Az egész építmény, amelyre a hibás alapfeltevésre épült, kártyavárként omlik össze, mert az alapzata, az alapfeltevése egy társadalmilag ugyan elfogadott tévhit, de mégiscsak téves hiedelem. És ilyen értelemben nem véletlen, hogy nem működik. Se a vonzás törvénye, se a titok, se egyéb más ehhez hasonló technikák, viszont nagyon is működik más alapokon nyugvó rendszer, ami viszont nem azon a területen keresendő. A probléma az, hogy olyan hihetetlen hangerővel kiabálják ezeket a kifejezéseket és ezeket a módszereket, hogy akinek van egy olyan érzése, hogy hiányzik belőle valami, és ez így nincs rendben, hiába mond ellent, nem hallatszik meg a nagy zajban a szava, mert ez annyira egyértelműnek tűnik. Napóleon Hill óta mindenki ezt ismétli, és nem lehet megkérdőjelezni. Pedig Napóleon Hill által Gondolkodj és gazdagodj című könyvében leírt gondolatok már akkor sem voltak igazak, amikor leírta. Ezt is ki kell mondani, és ha ezt elfogadjuk és bizonyítjuk, indokoljuk, akkor utána van lehetőségünk arra, hogy ne pazaroljuk az időnket ilyen tevékenységekre, hanem valóban olyasmivel foglalkozunk, ami eredményre vezet. Itt még egy másik idézetet most nem mondok, csak egy példát mondanék el. Sok mindenről beszéltünk, a gondolat alkalmatlanságáról, a szavaknak az alkalmatlanságáról, az akaraterőnek az alkalmatlanságáról, és arról, hogy nincs szükség kitartásra, ha a tudatalatti erejét használjuk. Egy olyan példát szeretnék elmondani, pár perc lesz, tényleg nem túl hosszú, de szerintem érdekes. Tavaly évben egy nagyon jó ismerősünk, egyébként a könyvben is megemlített Erika Gold, amerikai barátunk, hívott meg bennünket New Yorkba, és a családdal elutaztunk, és a kisebbik lányom, aki itt ül, annyira szereti a matematikát, meg a technológiát, hogy hát ha már ott vagyunk Amerikában, akkor az MIT-re menjünk már be, a világ legjobb technológiai egyeteme Bostonba. Nézzük meg, mert ő oda szeretne majd menni. Hát nem egy kis célkitűzés, de volt előzménye, hogy ez miért alakult így, hogy ő ezt így magáévá tette, ezt a gondolatot. Rendben, menjünk akkor. Ennyit kellett csak mondani, és beregisztrált az MIT honlapjára, és bejelentkezett egy vizittúrra, abban az időszakban, amikor ott tartózkodunk, és beírták a nevét, elindultunk kocsival, 6 óra hossza volt, mert a navigáció elvitt bennünket egy kicsit mellékútra, de megérkeztünk 5 perccel a kezdés előtt, vártak bennünket,
30-35 egyéb más gyerekkel együtt, kínaiak, indiaiak, mindenféle népcsoportból valók, kis ügyes gyerekek. Bementünk az előadóterembe, és meghallgattuk az előadást, és a kislányom 12 évesen angol nyelven hallgatta az MIT-n, a nagy előadóterembe, 30 más társával együtt a bemutatót, hogy mit lehet itt tanulni. És ránéztem, és láttam, hogy alfában van a bébi. Tehát minden, mint a szivacs, úgy megy be. Hát nagyon örültem neki. Utána a nagytesóval, aki már folyékonyan beszél angolul, azt mondta, menjünk már oda az előadóhoz, hogy kérdezzük meg tőle, hogy én úgy olvastam, hogy igazán tehetséges zseni gyerekeknek már 16 éves kortól is lehet jönni ide, hogy ez tényleg így van-e. Oda mentek, megkérdezték, Bostonban a nagy egyetemnél előadóba, mi az ajtóba vártuk őket, és azt mondták, hogy igen, nem kell érettségi vizsga hozzá, csak az ő tesztjüket kell kitölteni, és ha az jól sikerül, nagyon jól kell, hogy sikerüljön, akkor ennek semmi akadálya. Hát a kislányomat ez felvillanyozta kellőképpen. Jövünk ki az előadóról, megyünk a kocsihoz, Micike hátul lemaradva jön utánunk, mondom, mi újság van, gyere, menjünk, mert megyünk vissza New Yorkba, még van egy ismerősünk ott. Min gondolkozol ennyire nagyon? Á, nem semmi, azt mondja, csak azon gondolkoztam, hogy nekem akkor ezek szerint most már a matekra meg az angolra kell ráállni. Á, mondom, igaz, valóban, hát itt minden angolul megy, meg azért a matek az alap. Ennyi történt, körülbelül 30 másodpercen keresztül, hogy jött utánunk, befele nézett a szemével, alfa állapotban vizualizálta maga előtt, hogy ő a matekot és az angolt fogja most már profi módon elsajátítani, azért, hogy ide kerülhessen. Ez eddig rendben van, de mi történt az ezt követő egy évben? Ez az érdekes. Mi történt? Visszament iskolába, azt mondja, hogy csak úgy eszébe jutott, hogy a tanítónénitől kért plusz feladatokat, elsős gimis volt még akkor, kint Spanyolországban, kért plusz feladatokat. A tanárnéni másnap vitt 20 feladatot, odaadta neki, itt van, Micike, tessék. Hazajött, nekiült a feladatoknak, és megoldotta. Én egy pár helyen segítettem neki, mert azért eléggé összetett dolgok voltak. Másnap visszavitte. Azt mondja a tanárnéni, hát figyelj már, én ezt nem azért adtam oda neked, hogy ezt csináld is meg, csak hogy nézd meg, hogy majd ilyeneket fogunk tanulni. Mert ezek negyedikes gimnazista feladatok, és a negyedikesek nyávognak, hogy úristen, ilyen nehezeket ad fel tanárnéni. Ő meg fogta magát, és egy óra alatt megoldotta mind a 20-at, és már vitte is vissza. És akkor a tanárnén azt mondja, hogy egy-két hónap múlva, hogy a következő évben, az évkezdéskor minden évben indul a Spanyol Tudományos Akadémiának egy matematikai tehetségkutató, tehetségnevelő kurzusa. Tenerifén 1 millióan laknak, 17 gyereknek van lehetősége ide bejutni. Próbáld meg, menjél el. Elment, megírta a 3 órás tesztet, kijött, azt mondja, kutya nehéz volt. Nagyon nehéz volt, nem tudom, de szerintem én tudtam. 2 hét múlva jött az SMS, felvettek. 17 gyerek közé bekerült. A matek az működött. Tudatalatti vitte, kell a matek, a plusz matek kombinatorikát, gráfelméletet, ilyen egyéb más matematikai problémákat oldanak meg, nem azokat, mint amiket az iskolába kell tanulni. És akkor jött az angol, ugye az is meg volt fogalmazva a tudatalatti számára. Az évet már úgy kezdte, hogy egy ilyen speciális angol csoportba iratkozott be, ahol a matekot angolul tanulják, a fizikát, a kémiát, a testnevelés néhány tantját, a spanyol nyelvtan kivételével mindent angolul tanulnak. Hát ő oda megy, mert az szuper lesz. Hát mondanom se kell, tényleg szuper, ő a legjobb. Szoktunk úgy járni, mikor megyek érte az iskolába, kijövünk, mondom, mi újság, volt valami dolgozat, vagy ilyen? Matek dolgozat, hogy sikerült? Nehéz volt? Nem volt nehéz, azt mondja, és mondom a többieknek, hát nekik nehéz volt, kiszaladt a száján. És akkor utána még azon kívül, hogy egy ilyen angol osztályba jár, hazajön valamelyik nap, és mondja, hogy 60 euró lenne havonta egy angol tanfolyam az iskolába, hetente egyszer, beiratkozhatok? Hát iratkozzál be, akkor adjatok már 60 eurót. És akkor másnap vitte az iskolába, és beiratkozott. És ő a legkisebb, most másodikos, de negyedikesekkel van együtt, a teszteken mindig az övé a legjobb, érdekes módon. És a haba tortán, hogy a technológia tanárjától hallotta,
hogy van a New Yorki Tudományos Akadémiának is egy ilyen ifjúsági tagozata, és online lehet ezen a kurzuson részt venni. Anélkül, hogy mi tudtunk volna róla, felment a honlapra, angolul megnézte a tesztlapokat, íratott egy életrajzot, hogy ő az osztálytitkár, ő kitűnő, ő dicséretek, ő a 3D nyomtatással tud foglalkozni, ő a Spanyol Királyi Akadémiának a tehetség, mindent leírt, megírta angolul, de oda ment az angoltanárhoz, hogy segítsen már neki jól megfogalmazni, aztán vitte az osztályfőnökhöz, hogy adjon egy ajánlást, és mindent beszerzett, és online elküldte New Yorkba, ahova erre a képzésre 6500-an szoktak évente a világ minden tájáról jelentkezni, 800 gyereket vesznek fel, és hát jött az értesítés, hogy felvették. És most online... online, most ilyen környezetvédelmi, napenergia hasznosítási projekten dolgoznak, ő lett egy csoportvezető, vannak kínai, pakisztáni, meg finn csoporttársai, akiket ő gyűjtött össze maga köré, és most ezt a projektet dolgozzák ki, és mutatják be. És első alkalommal, mikor Skype-on fel kellett menni, és a mentorral és a csoporttársakkal beszélni angolul, mondtam neki, hogy Micike, itt a tesó Mácsi, akkor odaül melléd, aztán segít majd. Nem kell segíteni, hát nem bíztok bennem. Az becsukta az ajtót, és maga elkezdte a kommunikációt, és semmi problémája nincs. Lehet, hogy még éppen nyerni is fog, és akkor mennünk kell New Yorkba, mert át kell venni a díjat, de nem ezért csinálja. A kérdésem az, hogy ebben az esetben a kislányom akaraterő által valósította meg ezt, vagy a tudatalattiába beküldött üzenet kezdett el működni benne? Szerintem az utóbbi. Soha nem kellett azt mondanom neki, hogy addig innen fel nem állsz, míg a New Yorki Tudományos Akadémiára fel ne vesznek. Ezt soha nem kellett neki mondani, Isten őriz, hogy ilyet mondja. Van pedig rá példa, hogy így próbálják a gyereket eredményre sarkalni. Kellett hozzá kitartás, hogy ezt megcsinálja, fel sem merült benne. Nem akarja abba hagyni, hát akkor kell kitartást magamra erőltetni, ha abba akarok hagyni valamit, meg ki nem állhatom. Mondjuk sikernapló írosgatás, célnapló írosgatás, és egyéb ilyen felesleges időtöltések. Tehát az a 30 másodperc, amikor jött ki a MIT-nek az épületéből és lemaradt, ott történt meg az üzenet beküldése, vizuálisan, alfa állapotban, röviden, tömören, érthetően, és innentől kezdve a tudatalatti minden lehetőséget megkeresett arra, mint az elején, ahogy beszéltünk róla, hogy ezeknek az elvárásoknak és ezeknek a feladatoknak megfeleljen. Akaraterő nélkül, kitartás nélkül, kemény munka nélkül, meg egyéb más badarságok nélkül. Örömmel és természetes módon. És erre mondja a Tao, ha már ugye említettem a keleti filozófiákat, hogy ezért a bölcs sürgés nélkül működik, szó nélkül tanít, nézi az áramlást, és hagyja, nem erőlködik alkot, de művét nem birtokolja, cselekszik, de nem ragaszkodik, beteljesült művét nem félti, s mert magának nem őrzi, el sem veszíti. Ez a akarat erő nélküli cselekvés, a tudatalatti általi cselekvés. És ez a hatásos technika és módszer arra, hogy változtathassunk az életünkön. Gyökeres fordulatot vett az élete egy ilyen hatékony lépés megtételével. Hihetetlen fordulatot vett, szinte királyi magasságokba repíti a gyereket, és nincs stressz benne, semmi. Teljesen nyugodt, önálló meggyőződés van, örökösen töltődik felfel energiával, mert nem leszívják az energiáját a stresszképek, hanem töltődik, és egyre-egyre merészebb dolgokat tud megvalósítani. A másik rövid példa az az, hogy én ezt a könyvet pont egy éve kezdtem el írni, 8 hónapig tartott. Mondhatná valaki azt, olvastam ezt ilyen sikerkönyvből, hogy igen, 8 hónapig tart egy ilyen könyvet megírni, kemény munka, kemény, nagy odafigyelést, erőfeszítést igényel,
8 hónapig írtam, volt úgy, hogy fél órát, volt úgy, hogy 4 óra hosszát is egy nap. Állítólag fotót is csináltak rólam, hogy nem vagyok magamnál, és írom, mert annyira belefeledkeztem és odafigyeltem. És egyszer se vetődött fel bennem, hogy ezt akaraterővel most akkor kéne erőltetni, vagy hú, lesz elég kitartásom hozzá, és akkor meg tudom én ezt csinálni. Soha nem. Egyetlen egyszer volt olyan a vége fele, mikor már itt ül a kedves hölgy, aki a korrektúráját végezte a könyvnek, a Szűcs Katalin, hihetetlen jó munkát végzett. Neki megígértem, hogy elküldöm a kéziratot korrektúrára, és azt egy kicsit csúsztam, mert voltak egyéb teendőim. Hát mondom, most már nincs mese, alkalmazom a jól bevált sikermódszereket, és erőt veszek magamon az akaraterő erejével, akkor most befejezem, nem lehet ezt tovább húzni, sose lesz kész így. Már akkor is 300 oldalnál tartottam, hát akartam írni egy olyan 150 oldalt, már duplája, mondom, most nem szabad húzni tovább, le kell zárni. Leültem, semmi nem jutott eszembe. Az égvilágon semmi. Mondom, ez így nem megy. Akaraterővel nem megy. Teljesen kilátástalan. Azért utána meglett az eredménye, mégiscsak találtam rá módot, hogy befejezzem. És ha már megemlítettem a korrektúrát, akkor azt elmondom, hogy jelenleg folyik az angol fordítása a könyvnek, mert szeretném megjelentetni a sikerkönyvek hazájában, az Egyesült Államokban ezt a könyvet. Én bízok magamban. Egy New York-i fordítóiroda végzi a fordítást, akik ilyen anyanyelvi szinten fordítanak, egy magyar hölgy egyébként, és akkor elküldtem az anyagot magyar nyelven, azt írta vissza, hogy nagyon jól korrektúrázott, hihetetlen jó szakmai anyag, és nagyon gördülékeny, és nagyon szép az nyelvezete. Ilyen szövegeket szeretik fordítani. Hát ennek örültem el, és küldtem a Katalinnak ezt a dicséretet. Mert ő volt annyira, ezt csak így érdekességképp elmondom, annyira érzékeny és korrekt, hogy azt mondta, hogy ő is fordít angolra, de ő inkább szakfordítónak tekinti magát, és egy kicsit darabosnak érzi azt a fordítást, amit ő tudna csinálni, és ehhez inkább műfordító kellene, és inkább keressek valakit. Hát ha nagyon akarom, akkor megcsinálja. Ez azért egy komoly hozzáállás, hogy egy elég jelentős összegű megrendelést azt mondja, hogy szakmailag úgy érzem, hogy jobb lenne ennek a könyvnek, ha egy műfordító fordítaná le, és így meg is találtam. És mivel New York-i székhelyűek, ezért fognak tudni segíteni majd a nyomdai munkákba és a kiadó megtalálásába és egyebekbe. Tehát lehet, hogy azért volt ez így, mert átjött valami itt a kettőnk munkájába a tudatalatti segítségével, hogy ilyen módon tudtunk viszonyulni egymáshoz. És akkor már itt ez az utolsó előtti képkocka, a vágy és a hit. Ez megint egy olyan szertágazó terület, elég sokat írok róla. Nagyon-nagyon szeretik azt mondani, hogy tévhitnek nevezem. Ha kellően erős hited van, és elég erősen vágysz, bármire elérheted. Ez kedvenc. Ez az első. Én azt mondom, hogy hit és hit között is van különbség. Tudok egy olyan hitet megnevezni, sokszor sajnos a vallásos hit is hasonló, mert úgy nevezek, hogy félelem alapú hit. Ez akkor szokott előjönni az emberekből, mikor kevés az energiájuk, mert a tudatalattiuk tele van stresszel, elszivárog az energiájuk, a probléma föléjük magasodik, ők alacsony energiaszinten vannak, nem tudnak fölé nőni a problémának, ezért mindentől félnek, semmit nem tudnak, nem mernek belekezdeni, mert nincs energia bennük, és a félelem vezérli őket, ezért külső segítséget kérnek, Istenem, segíts már, csak egyszer sikerüljön már ezt megvalósítanom, utána bizony Isten mondom, hogy mindent megcsinálok, amit kérsz, csak most sikerüljön. Azért teszed ezt, mert félsz, és ezt szeretnéd kompenzálni a hittel, de a félelem alapú hit az csak árt, hiszen az energiahiányból ered ez a hit. És azért próbálod ezt alkalmazni, mert te önmagadban nem rendelkezel elegendő munícióval ahhoz, hogy megold az adott problémát, tehát külső segítségre szorulsz, és onnan akarsz megoldást kapni. Vagyis ezt a félelembeli állapotodat súlyosbítod tovább, ami újabb stresszhez és újabb energiavesztéshez fog vezetni, tehát a félelem alapú hittel nem fogsz tudni kiszakadni ebből a spirálból, hanem még mélyebbre süllyedsz.
nem fog neked segíteni. A másik fajta hit, amit meg kell különböztetni az én meglátásom szerint, az az akarat erőre alapozott hit, amire azt szoktam mondani, hogy ez a hollywoodi akcióhősöknek a kedvenc hite, meg a sikertréningeken is nagyon sokszor elhangzik, hogy legyen elég akaraterőd, higgy abban, amit szeretnél csinálni, és ha ezt megteszed, kemény leszel, megfizeted az árát, akkor sikerülni fog. És akkor azt mondja a Sylvester Stallone, meg azt mondja a másik akcióhős, hogy igen, átéltem valami traumát, a családom elvesztettem, és bosszút fogok állni, mert ezt a tudatalattiba beégett negatív képet, azt mondja az akaraterőre alapozott hit, hogy úgy lehet kitörölni és ettől megszabadulni, ha bosszút állunk, keményen összeszorítjuk a fogunkat, küzdünk, igazságot szolgáltatunk, és akkor vége a filmnek, és akkor megszűnik a probléma, a stresszkép kitörlődik, és így úgymond megfizet a bűnös azért, amit elkövetett, és én megnyugszok, és megszabadulok ettől a stresszképtől. Nem szabadul meg. Még inkább mélyre süllyed, és még inkább lesüllyed, és még nagyobb energiavesztést fog elszenvedni. Tehát ezt a fajta hitet is én azt javasolnám, hogy kerüljük el. A vágy az meg egy teljesen külön téma. Az anyagi javak utáni vágyakozás gyakorlatilag, erre már nem marad idő, hogy ezt kifejtsem, tehát a külső célokhoz való ragaszkodás, luxusautó, luxuslakás, 1 millió dollár, meg ami a szomszédnak van, attól egy kicsit jobb. Ez gyakorlatilag direktbe, ez teljesen stressz tényező. Tehát hiába mondják azt, hogy tűzd ki ezt a célt, legyen ott a hűtőgépen, minden nap nézzed, és majd a tudatalattid megtalálja a módját, hogy kapd ezt meg. Mondják ezt azok, akik nem is foglalkoznak a tudatalattival, eddig nem is hederítettek rá, most meg majd segítségül akarják hívni. Csak a probléma az, hogy a tudatalatti szerencsétlen nem is tud arról, hogy te mit szeretnél elérni, mert gondolatok útján tudatosan szavakba fogalmazod meg, ragasztod ki a hűtőre, se nem alfa szinten, se nem képek formájában, se nem vizualizáció által, semmit nem teszel, hogy kapcsolatba kerülj a tudatalattival, nem törlöd a stresszképeket, teljesen alkalmatlan vagy rá, hogy üzenetet küldj a tudatalattid számára, hogy keresse meg neked a megoldást a luxuslakáshoz. Abszolút alkalmatlan vagy rá, csak kiragasztod, tudatosan szeretnéd elérni, semmit nem teszel ezzel, nem fog megvalósulni. Hiába vágysz, és hiába mondják azt, hogy legyen égő vágy benned, mikor már nem tudják fokozni, hogy mennyire fontos a vágy szerepe abban, hogy átalakíthasd magad. A vágy alkalmatlan arra, hogy a tudatalattidban változást idézzen elő. Sőt, káros következményei vannak, ha energiahiányos állapotban ilyen vágyakat fogalmazol meg magad számára. Akkor mi a megoldás? A félelem alapú, az akaraterőre alapozott hitet át kellene alakítani szeretet alapú hitté. Hogyan lehetne ezt megtenni? Beszéltünk arról, hogy nem nagyon vannak eszközök, amiket javasolnak, azok nem oda vezetnek. A jó hír az, hogy most lehet, hogy csak olyan légből kapottnak tűnik, amit mondok, de ha elvégzed ezeket a gyógyító kódok által a stresszképek törlését, megindul benned az energiaáramlás, a feltöltődsz energiával, megtisztul a tudatalattid, újból régi gyermeki állapotodba kerülsz, abban az esetben másképp tudsz tekinteni a világra, meg tudod látni, tapasztalni a te igazi belső, végső célodat, ebben ezzel összhangban tudsz tevékenykedni, és ez fog eredményezni benned egy olyan hitet, ami már a szeretetre alapozódik, hiszen az energia áramlás az emberben, az nem más, mint a szeretet megnyilvánulása az emberben. Onnan tudod lemérni, hogy van-e benned kellő mennyiségű energia, hogy van-e benned kellő mennyiségű szeretet. És ha ez megvan, akkor szépen minden simán folyik, tudatalattid dolgozik, végzi a feladatát, és tényleg segítségedre lesz abban, hogy megvalósítsd ezeket a céljaidat, amik belső célok első körben, és itt történik egy nagyon érdekes dolog.
amikor eljutsz ebbe a minőségileg más energetikai szintre, akkor paradox módon megkapod a külső célokat is, megkapod a külső értékeket is, és vágyaid is beteljesülnek. De csak akkor, ha előtte kellőképpen megtisztultál, és elérted a belső célodat, mert ebben az állapotban a tudatalattid elkezdi azt tenni, amire a feladata szól, megteremti számodra az új életkörülményeidet, azokat, amelyek összhangban állnak a szándékaiddal, mert képessé vált rá. És ez jelenti azt, hogy innentől kezdve jönni fog valamilyen formában az a kocsi, és az a pénz, és a luxus lakás, vagy akármilyen lakás, mert alkalmas vagy rá. Kellőképpen átalakítottad magadat annak érdekében, hogy ez megtörténhessen. És még csak véletlenül se lépj ki ehhez a komfortzónádból. Visszautaltam az elejére. Most azért értjük, hogy miért szoktam felháborodni. És azonnal a csípőből elkezdek fél órát beszélni róla, hogy miért nem szabad ezt elfogadni. És mit kell helyette alkalmazni. Tehát ennek a fényében szeretnék majd előadásokat tartani kifejezetten ebből a célból, hogy ezeket az új megközelítési pontokat megismertessem minél több emberrel, azért, hogy ez a terület, ami most eléggé sablonos, felszínes és ilyen amerikai marketing íze van, és dobálják az előadásokat, és fizetjük a 40 ezer forintokat, meg 60 ezer forintokat a képzésekért, meg a tréningekért, meg a szemináriumokért, meg még a fotózásért, meg még az együttebédelésért, meg még mindenért. Hát hadd ne soroljam már, hát hol élünk, hát miről beszélünk akkor? Hogy ezt a fajta egy kicsit elfajzott el, nézést a kifejezés, eltorzult szisztémát és rendszert finomítsam, és próbáljak segíteni abban, hogy ne legyenek ilyen vadhajtások ezen a téren. És ami nem igaz, ami nem működik, arról ne higgyük azt, hogy működik. Hogy a vágyak és az anyagi vágyak elengedése mennyire fontos, erre nem maradt már igazániból idő, de nem tudod megtenni addig, hogy elenged az anyagi vágyaidat, és keményen, hogy mondjam, nem keményen, hanem tényleg egyértelműen azt mond, hogy nem érdekel. Nem érdekel a luxusautó, a luxuslakás, meg a 1 millió dollár se érdekel. Az érdekel, hogy nyugalmam legyen, békesség legyen, és megelégedettség legyen. Ez még egy kicsit most ilyen motivációs szeminárium ízűnek hangzott, de van benne valami, de hogyan? Természetesen akkor meg fog történni, nem erőltetve magadra, hanem valóságban az, hogy megnyugszol, ha ezektől a stresszképektől ki megszabadultál, és olyan leszel, mint gyermekkorodban 5 évesen, vagy 3 évesen. És azt gondolom, hogy talán ezt a helyzetet Steve Jobsnak egy írása írja le legjobban, ugye akiről tudjuk, hogy a világ egyik legsikeresebb vállalkozója volt, és az Apple-nek a kötelékében hihetetlen sikereket ért el, rákban halt meg elég fiatalon. És azt mondta, hogy halálos betegen, ebben a pillanatban a betegágyon fekve és visszaemlékezve az életemre, felismerem, hogy mindaz a gazdagság és elismerés, amire annyira büszke voltam, elhalványul és jelentéktelenné válik, ahogy egyre közeledik a halál. A vagyon folyamatos üldözése csak egy önmagából kifordult személyt hoz létre belőlünk, amilyen én is vagyok. Isten adta képességünk érezni mindenki szívében a szeretetet, nem pedig a vagyon által előidézett illúziókat. Az anyagi dolgokat megtalálhatjuk, ha elveszítjük, egyetlen dolog van, amit nem találhatunk meg, ha elvesztettünk, az életet. És ehhez valóban nem kell mit hozzáfűzni. A probléma az, hogy ezt úgy tudja mindenki, de mégsem így él. A jó hír viszont az, hogy van lehetőség arra, hogy ezek után a gyógyítókódok technikájával, a kellő kommunikációval, a megtisztítással és az energetizálással, azaz a tudatalatti kontrollnak a felépített rendszerével rádöbbenj arra, még mielőtt a halálos ágyodra kerülnél, hogy igen,
így kellene viszonyulni a világhoz. És akkor nyersz vagy 20 évet, vagy 30-at. És nem akkor kell rádöbbenned, hiába hallgattam meg 100 motivációs előadást, hiába küzdöttem és volt akaraterőm, és gondolkoztam pozitívan, mégsem az lett a vége, amit szerettem volna. Erre jobb, ha rádöbbensz jóval előbb, és van egy lehetőség, aminek a használatával megvalósíthatod, hogy ne kelljen a halálos ágyadon rájönni erre, hanem már most, akár holnap elkezdhesd, és valóban átformálhasd a belsődet, a tudatalattidat, és ebben az esetben átformálódik az életed, a sorsod felett át tudod venni az irányítást. Köszönöm szépen, akkor az nem nevetek.